Nagyon örülök, hogy itt lehetek önök között, mert járva az országot azt tapasztalom, hogy rendkívül sok nagyszerű kezdeményezés van érvényes fronton is, és más fronton is. Egészséges életmódra van a következés, és természetesen ennek a használata tekintetében. Ez a témakör, amiről most fog beszélni, ez egy most perspektívában lévő témakör, ami egy újdonság is egyrészt, de ott magában bizonyos veszélyeket is, amiről mindenképpen szeretnék majd szólni. Az első dolog, ami indítanám a dolgot, az, hogy 1985-ben megjelent Magyarországon egy rendkívül nagyszerű könyv, a szerző egy jó szerző volt, Breckmann, és az volt a könyvnek a címe, hogy az ember és a biológia aktív anyagok. Most ebben a könyvben, ez 1985-ben magyarul jelent meg, tehát ugye először is volt annak egy szerkesztési munkája, volt annak ugye egy fordítása, ami azt jelenti, hogy nagyjából legjobb esetben 1983-ban jelent meg oroszul a könyv, annak is volt egy szerkesztési, stb. Tehát ugye az 1980-as évek elején ebben a könyvben egy olyan adott olyan adott olvasható, hogy egy ausztrál ember évente 4,5 kg tartósítószert fogyaszt el. Akkor gondoljunk bele abba, hogy ma mennyi tartósítószert fogyasztunk. Az előadásban, a Juditnak az előadásában, ami a nanokozmetikumokról szól, akkor bennem felvetődik mindig tanfolyamokon, mert hosszú ideig nanokozmetikai termékeket is fejlesztettem, és előadásra mindig szoktam mondani, hogy nem hivatkozott erre a kozmetikai, vagy a nemzetközi nevére az INCI nevekre, vagy helyesebb INCI nevekre. Ezek tulajdonképpen nem a beszélésönökot foglalják, hanem minden olyan adat, ami kozmetikai anyagok van belőle, a természetes írólajatok is. Tehát ez egy ilyen összegző gyűjtemény. És azt szoktam mondani a tanfolyamokon a hölgyeknek, hogy érdemes megnézni, hogy egy nap milyen szereket használunk, a szappantól kezdve az összes egyéb szerekig is megnézni, hogy melyikben milyen anyagok vannak, és ha az ember ezt berakja egy Excel táblába, akkor nagyon könnyen lehet, hogy mikor estére végignéz minket, és megnéző, hogy milyen anyagok vannak, akár 3-400 féle anyaggal is érkezik a szervezet, ha beleveszünk a mosószereket, tisztítószereket, tehát az összes háztartás legyipari szereket, tehát óriási kitettségnek van a szervezet, és ráadásul nagyon nagy problémát jelent, hogy ehhez nincs idő hozzászokni. Tehát én fiatal koromban, egyetemista koromban volt mondjuk három illatos szappan, az annos szappan, volt egy önvirág szappan, tehát volt pár jó illatos szappan, és akkor fél évente jöttek az újabb és újabb szappanok. Jelen pillanatban áttekinthetetlen a termék kínálat, akár a gyógynövényekből, akár étrendkiegészítőkből, majd a hónapi előadásban lesz szó, tehát nagyon komoly problémák vannak. Tehát ez volt az első olyan könyv, ami felhívta a figyelmet arra, hogy a kiegyensúlyozott és változatos táplálkozásnak óriási szerepe az egészségmegőrzésben, betegségnek a megelőzésében, ami rendkívül fontos dolog a munkaképességnek a fenntartásában, hiszen az egy óriási költséget jelent az államra, és az, hogy az elfogadható egészségben megélhetőre, akkor most kezdenek ugye ezzel a gerontológiával komolyabban foglalkozni, tehát hogyan tudjuk egy jó életidőségben az életünket meghosszabbítani. És ebben a könyvben hívta fel a farmakofágia, ezt lehet is mondani, gyógyszerzabálás, a gyógyszerfogyasztó ember. Ugye, tehát hihetetlen mennyiségű gyógyszert fogyasztunk, ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban, hogy átlagosan a betegeknek 15-20%-a az gyógyszerek kölcsönhatása miatt kerül kórházba. Tehát ez egy elég komoly problémát jelent. Tehát az a fontos üzenete, hogy azoknak a növényeknek, amelyeket évszázadokon vagy évezredekon használunk, ezeknek óriási jelentőség van a betegségnek a megelőzésében, a változatos táplálkozás. Tehát nem mondhatom, hogy sokféle növényeket, időszakoknak megfelelő növényeket fogyasztunk, és ezek egyrészt tudnak abban segíteni, hogy bizonyos betegségeknek a gyakorlatilag az előfordulását tudják csökkenteni, tehát kisebb számban fordulnak elő adott betegségek, akár ragatos betegségek, akár más betegségek.
illetve nagy értékben hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy a, ugye ahogy általában szokták mondani előadásokon, hogy a természetszerek azok nem károsak, és azok, de azok is ugye a legerősebb mérvanyag is azok közül kerülnek ki. De viszont nagyon alkalmasak arra, hogy gyógyszeres kezeléseket kiegészítsük. Tehát a cukorbetegség kezelését jelen pillanatban nem lehet gyógyterápia megoldani. Tehát lehet bármilyen reklámja a cukorteáknak, cukorbetegséget csak gyógynövényekre nem lehet megjavítani, hiszen hogyha ez megoldható lenne, akkor ez működött. A Márek Remekénben is van egy olyan mondat, hogy a cukorbetegség könnyen és gyorsan gyógyítható betegség, akkor az a kérdés, hogy miért becsülje a WHO jelen pillanatban 350 millióra 2020-ra cukorbeteg arányát, és miért kb. 10% a lakosságnak cukorbeteg, ha a cukorbetegség könnyen és gyorsan gyógyítható betegség. Tehát ez önmagában nem igaz, és az, hogy gyógyterápia gyógyítható, viszont az igaz, hogy ha megfelelő táplálkozásra, megfelelő mozgás és egyéb dolgok kiegészítésére gyógyteát fogyasztó gyógyszerekre, akkor lehet a vércukor szintet egy megfelelő szinten tartani, ami egy jó eredményességet biztosít. Tehát a táplálék növényeknek ilyen jelentősök is van. Ha megnézzük a történetet, hogy az első nagyon híres polgár és orvos volt Avicenna, Ipsina, akinek a Kálmán medicini című művében használt először azt a kifejezést, hogy gyógyító táplálék, vagy tápláló gyógyszer. Na most ez a kifejezés gyakorlatilag napjainkban ugye megtalálható az étrendkiegészítő fogalmában, de tulajdonképpen ez egy körülbelül 10-15 évvel ezelőtt az Egyesült Államokból indult el, és nyújtja a szintjéhez, tehát gyógyhatású táplálékok és sok egyéb régen kerültek forgalomba ezek a szerek, tehát többféle néven, de mindegyiknek az volt a lényege, hogy ha valamilyen táplálékot rendszeresen fogyasztunk, legyen az mondjuk a feketeletet, vörös adma, fogadó, stb., akkor azzal nagy mértékben hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy egészségesen legyünk, vagy bizonyos betegségeknek a megelőzésében tudjuk eredményeket elérni. Na most, hogy kicsit a hazai vizekre evezve, Márkus Istvánnak megjelent egy 6 kötetes munkája, látható, hogy 6 évvel kidolgozott meg. Ezt az orvostörténeti könyvtárban Tabesre meg lehet nézni. A könyvnek az az érdekessége, hogy nem csak a különféle hazai és idegenföldi növényekről vannak benne nagyon érdekes és élvezetes nyelvű adatok, hanem az is fontos, hogy bizonyos ügyet egyrészt a mozgásmérés szükségessége, mint az egészségünk egyik fontos népközvetlen eszköze, hogy megfelelő mozgás és pihenés kitassuk az életünkbe, és a táplálék növényekkel kapcsolatban az is nagyon érdekes, hogy külön veszik, hogy mondjuk egy szoptatóanyának milyen táplálékot kell lenni, a városban és különböző korokban és különböző betegségek milyen. Tehát tulajdonképpen évszázadokkal ezelőtt már magyar források is voltak arra, hogy a táplálék növényeket ilyen címmel lehessen fogyasztani. 1993-ban Heidelbergben tartottam egy előadást a magyar népi orvoslás gyógynövény és azon belül is a táplálék növényekre. Ennek a konferenciának a célja az volt, hogy áttekintette a világba a gyógyszerek és a táplálék növényeknek a kapcsolatát. Tehát hogy a különböző táplálékövények milyen terápiás hatást tulajdonítanak az emberek, tehát az egyszerű gyógyító emberek, és milyen szerepük van a táplálékövényeknek a különböző kultúrákban. Erről értem is tulajdonképpen erről a részben a hagyományos alkalmazástól, meg a mai modern készítményekről és alkalmazásokról a komplementer medicinában. És ami nagyon érdekes, hogy nemrégiben Ausztráliában volt egy konferencia, egy orvosi fórum, aminek kiemelt témája volt a sötét színű gyümölcsöknek a szív- és érrendszeri betegségekre és a cukorbetegségre kifejtett pozitív hatásairól. Van jó néhány könyv az ember, különböző nyelven követi a szakirodalmat, ami foglalkozik nagyon magas színvonalon azzal, hogy a különböző kultúrákban használt táplálékövényeknek, amelyek között lehetnek nyilván a mindennapi táplálékövényeink, amit fogyasztunk abban a féli zöldségek, gyümölcsök, illetve azok, amelyek a vadon élnek és a természetből
gépjük azokat nagyon mennyiségben, mert olyan mennyiségben fordulnak elő, hogy a természetes állomány párosítása nélkül tudjuk beépíteni. Ha van is emellett, még vannak azok is, például hogy a borza az nyugodtan lehet gyűjteni nagy mennyiségben, anélkül, hogy a természetes állományokat társadalmat ennek ellenére a borzát azt termesztik is, mert ugye olyan mennyiségű, olyan igény van lekvárkészítésre, szörökkészítésekre és egyebekre, hogy ez feltétlenül fontos. Van egy olasz kutató, akinek nagyon jó munkacsoportja van, és több könyvet is jelentett meg ezzel ebből a témakörben. Van egy adatbázis, ami az őshonos észak-amerikai indiánoknak a hagyományos növény használatával foglalkozik, és jelentetnek hazai könyvek is, például a legutóbb, amit itt följöttem a Gáspár Róbertet, a Szegedi Orvostudományi Egyetemnek a hatásaiban székének a docense, és egy nagyon korrekt is gyűjteményt talált az ő munkásánál. Épp most volt a Mecsekben egy ehető vadnövényes táborunk, amiben részt vett Dénes Andrea is, aki a Janus Pannonius Tudományi Múzeumnak a munkatársa, botanikus, és hát egy olyan tábor tartottunk, aminek a fő szerepe az volt, hogy a élőkörnyezetben is menjünk az ehető vadnövényeket, a begyűjtött növények sorából készítettünk ételeket, és hát egyrészt a természetben való felismerés, mert elég komoly problémák vannak összetérésztés miatt. Van egy könyv, ami megkapható, a www.dv.com-nak a könyve. Ebben az a pici probléma, hogy van benne néhány olyan művész francia szerző, amelyek nálunk előfordulnak elő, de nagyon sok olyan növény van ezekkel, ami nálunk előfordul. Van egy rendkívül jó blog, a Dénes Andreának a blogja, az Erdőkóstoló, ahol nagyon hasznos recepteket osztanak meg, és nagyon bort tehetett gyógynövényes táboron, vagy tanfolyamon is, és olyan nagyszerű emberekkel találkoztam, akik egészen magas színvonalon foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és készítenek különféle készítményeket. Hát nézzük meg akkor ezeket a táplálék növényeket. Ugye a magasabb rendű, azaz világos növényfajok számát olyan 250-500 ezer közére becsülik, de ha egy 300 ezres átlagolatot veszünk, akkor gyakorlatilag a földünkön előforduló minden ezredik világos növénynek valamelyik részét táplálékként fogyasztjuk. A táplálék célját a természet növények számára 200 körül van, a nélkülözhetetlen alapvető élelmiszer biztosító fajok száma 20. Ebben különféle gabonafélét és egyéb nagy táplálékű növények tartoznak, így attól függően, hogy nézzük meg, hogy az európai etnobotanikai kutatások mit mutatnak. Hát érdemes egy kicsit jobban megvizsgálni ezt az egész témakört, mert ugye miért vetődött egyáltalán föl ez a fokozott érdeklődés a témainál. Hát egyrészt köszönhető az életmódváltásnak, ugye a kb. 70-es, 80-as években jelentkezik az úgynevezett zöld hullám a természethez való visszatérésnek az igénye, és akkor az emberek elkezdtek újra a természet felé fordulni, tehát nem az volt a cél, hogy legyőzik és leigázzak a természetet, hanem hát ha ugye a természeti népeket megnézi az ember, akkor ugye ott az, van egy, amit én oktattam az Ötvös Korán Tudományi Egyetemen népi növényismeret is ott egy, meg a tanfolyamon is gyakran szoktam említeni egy példát, volt egy film, egy pici népcsoportot bemutatott, akik Tajföld mellett magas helyeken jártak, nem teszem a beújt majd a nevű, és ebben egy ilyen 150 lelkes csoport, és ebben egy ilyen 15 lelkes csoportnak, a lélekszámú csoportnak a vándorlását mutatta, mindig egy területen addig voltak, míg elegendő étel volt azonban, elegendő élelmiszernövény volt a területen, és amikor az elfogyott, akkor mentek tovább. És amikor megérkeztek a területre, akkor rögtön készítettek maguknak egy ilyen kis esőkunyhot, bambuszból és banánlevelekből. És akkor megosztott a csoport, a férfiak mentek a saját rostokból készített kocsára, és mentek föl a fákra, és onnan gyűjtötték a terméseket, a méhektől, a füstöléssel ellopták a lépet,
az asszonyok a pampuszba megfőzték a rizst, amit cserekénk kaptak egy másik néptőnél a rizstetakarításnál kaptak ilyen elhasznált készséget, de egyébként azzal nyitották rá a pampuszt, és a nyers pampuszba levelekkel betöntötték, letöntek vizet bele a rizst, letöntötték a lyukat, és akkor abban szépen meg tudták főzni a rizst. Tehát teljes összehangolnének a természet, ezek a természeti lépek, és tulajdonképpen most van egy igény, nagyon sok fiatal házas pár vagy fiatal emberek mehet igényre, ősöktől kezdve nyugat mecsekéből különböző helyeken találkozott ilyen emberekkel, zemlében és egyéb helyeken, akik felhagyott a pesti életmóddal, vagy a bentvidéken, meg a különböző helyeken, és elkezdenek gazdálkodni, és gyakorlatilag hát majdnem teljesen önfeltartóak lesznek. Ugye az urbanizáció egy borzasztó dolog, hát én most pár napig egy kicsit vendégékkel, meg különböző helyeken jártam itt lent Zalában is, és utána felmenni városba is, parkban is, mert a természet ürödő dolog. Nagyon komoly problémát jelentett ugye az, hogy megszűntek a kis paraszti gazdálkodások. Nagyatárnak tisztelő polgára volt Kócián Géza nagyatárnak gyógyszerész, akinek a kis doktori értekezése 1054 oldal volt, és a hagyományos gazdálkodásnak a növényfajval foglalkozott, tehát a takarmánynövények, táplálléknövények, eszközvészítés, a növények, gyógynövények, gombák, stb. És ő például semmi más nem csinál, csak egy nagyatáti parasztgazdaságban nézte meg, hogy milyen növények van, természetesen is egy-egy növények, és 200 növényfajtot összeírni. Tehát egy egység de van mondjuk egy két hektáros kertje, erdőszéleken, stb. Az gyakorlatilag, hát itt az alában biztos, hogy össze. Én annak innen a Herbárnál kezdtem dolgozni, és rengeteget jártam ez alába, egyrészt az összintkelés gyűjtésre, Talabaroson voltak a tanfolyamok, amiket tartottam a felvásárlóknak, tehát nem is sokat jártam ide, ugye elég gazdag vidék ez mindenféle növényekből. Ugye a legegyetőbb gazdálkodás visszaszorítása, ez egy óriási probléma, hiszen a pásztorok, újások, gondásoknak óriási növényismertük volt, és most például végeztek vizsgálatokat a növényismertű vizsgálatok, meg azt, hogy a nyíp hogyan jelzi a növény társulások változását. Tehát ha például van egy föld, ahol korábban legeltette, és az föld megszűnik a legeltető gazdálkodás, akkor a két oldalról a behozó fákról behozó termésekről beerdősít. Na most, ha valaki ott él, akkor mondjuk 30 évvel ezelőtt ott élt, és ott ugye legeltető gazdálkodás volt, akkor nyilván ilyen cserélés volt, és annak megfelelően egy adott helyet a növények előfordulás alapján nevezett. Ha az beerdősül, akkor más nevet kell adni. Ugye, tehát ezt a hortobányi pásztorok körében is vizsgálták, meg Zemplénben is, meg Erdélyben. Ugye, és akkor nagyon fontos volt, hogy az őket is egy gyerekeknek a megfigyelés. A gyerekek nagyon fontosak, majd később látni fogjuk. A nagyüzemi termet, és mi a nagyüzemi termet is rengeteg mindent kiszorít. A természete való szoros kapcsolat megszakadása. Idősebb embereket megkérdez az ember, amikor idős pásztortak, idős emberek, még 60 év felett elég sok növénytől ismernek, de nagyon sok olyan növény van, most nemrég ugye délután lesz a filmünk is, amit Kárpátalján, Moldvában is, Erdélyben itt hazán is, Magyarországon is forgattunk. Tehát azt lehet tapasztalni, hogy sok olyan ember van, aki használni növényeket, van, aki emlékszik rá, hogy gyerekkorában még használták, és van egy idősebb, aki már csak arra emlékszik, hogy a nagymamája használta, tehát nagyon szépen el lehet tenni télben és időben, hogy egy-egy növény több, amikor használtak és meddig használták. Tehát ennek az újragyűjtés és minden adottak a megjegyzése borzasztóan fontos. A természet növények szupermarketek kínálata, ugye az mindent felülmúl, de nagyon, mondom, nagyon sok pozitív kezdeményezés van, ami örökkéves. A vadon élő növények gyűjtése időigényes. Tehát ez egy időigényes foglalkozás. Van jó néhány, tehát az ehető vadnövények száma az nem 30-40, hanem nekem jelen pillanatban 400-on a listámon, amit Európában fogyasztott meg, és a Magyarországon valamikor fogyasztott is, és ehető növények száma is 200 körül van. Csak hát azért hiába finom, hogy csemege valahol jön a termése, mikor az ilyen magas növénynek ekkora az ehető része. Tehát abban az elég rendesen össze kell gyűjteni, és meg kell pintani, hogy jól lakjon. Tehát én nem úgy kellene, nem olyan hozzá valamint a veterinárnál.
A gyűjtés az időszakos, de az nem baj, mert időszakosan tudjuk az ételeinket ízesíteni, kiegészíteni, akár úgy, hogy értékes fehérjeforrásokunk, ugye volt a nyomdövényként volt a fehérjivatok, a különböző labudafélék és egyebek, amelyek amikor fiatalon zsengék, vagy a koronahajtársában egyebek, azokat tudunk kis ételeket készíteni, pontosan akkor, amikor tavasszal, hát kimerül már a szervezet, és hát a pintő lárva, ami üvegházai egyebekről, mediterrán vidékekről hozzák hosszú időn keresztül, és hát azok vitaminban, ásványokban rendkívül szegények. Az ökoszisztémák megváltozása, hogy a természetes félkult és kultúr ökoszisztémák történő alakulása. Nézzük meg a jelenlegi használatát. Tehát részben vannak olyan növények, amit korábban nincségeleggel használtak, tehát régebben nagyon sokféle növénynek a termését használták, például a hadgesztényét is ették, csak például a szaponinokat, amelyek mérgező hatásúak, illetve nagyon mennyiségben ájtató hatásúak, azokat előbb kifőzték belőle, és utána megszállították, és úgy használták, hogy a liszthez valamilyen mennyiségben a töltfogakokkal, a műfogaknak az örvendényével együtt hozzáállták. Nagyon fontosak a koratavaszi salátanövények. Hát rengeteg olyan növény van, amit koratavasztal salátaként tudunk fogyasztani, de csak egy meghatott ideig, mert utána, amikor a szövetkiszerkezet megváltozott, ja, és például a gyermek láncfő, amikor már virágzik, akkor keserű lesz, hiába most meg egy kicsit kifőzzük, az már akkor nem olyan, mint amikor a legzsengébb állapotban gyűjtjük, de sokféle ilyen növény van, amit gyűjtetünk, tehát nagyon változatosan tudunk érkezni. Akkor régebben a fákat megcsapották, ez majd a filmben is lesz, nyírfát, juharfát, üttök és törgyet is, tehát sokféle fát megcsapoltak, mert csak gondoljunk bele, amikor az embernek nincs ideje a megfelelő időpontra megmetszeni a szőlőtőket, akkor ugye könnyezik a tőke, és bőségesen lehet, és azt meg is lehet inni minden további nélkül. Persze nem olyan helyen, ahol emésztőgödő van, és akkor ki van ütve az emésztőnek az oldala, ahol nem praktikus megvinni a szőlőnek a nedvét, ami kifolyik. Az öngyógyítás, önellátása, a törekvés, a migráció, kisebbségek eredeti érkezési szokása jönnek be újabb és újabb növényfajok, új táplálkozási trendek, ezekről később fogunk beszélni, öngyógyítás, önállás, és bőséges információ van az interneten, amire mindig azt szoktam mondani, és holnap is fogom újra mondani, hogy legyen bennünk egy, úgy ahogy van tudatos vásárlás, legyen bennünk egy tudatos információ használat, tehát azért, amikor egy-egy dolog mellé a 15-30 féle hatást fősorolnak, azért egy kicsit óvatosak és gondolkodjunk el, hogy vajon a lák is gyógyítható ennek a koleszterin csökkentőnek, tehát ezzel óvatosan kell lenni. Lát, hogy nincs mellett tudományos bizonyíték, meg nincs mellett adal, hiszen az borzasztóan fontos. Hát akkor mik is azok a hatalmi élő lények, tehát azok, amik alapvetően termesztésen kívül vannak, természetes környezetről származnak, de ugyanakkor pontosan azért, hogy nagy mennyiségben legyen rendelkezésünk, egy helyről lehessen begyűjteni, hiszen elég nagy logisztikát igényel, hogy egy nagyon mennyiségű növénynek a begyűjtése. Pláne most, amikor a legkülönböző európai országban ráállnak a szállákról, ez a különböző értelmek, tehát ilyen gasztronómiai fesztiválok, meg egyébként, hogy lehető vadnövényt is használjuk, hogy begyűjteni, azonos mennyiségben, azonos minőségben nem lehet. Tehát ezért termesztésben vannak olyan növényeket, amelyeket vadon is nagy mennyiségben be tudjuk gyűjteni. Tehát ilyen a mezőgyűjtőmosta, a megrajtás, mindig a folyamat szakfeszek, hogy nálunk egy közönséges növény, nálunk nem annyira használják, Franciaország igen, most a táborban megkóstoltam, nagyon finomak a virágok. Az angyalgyöki, annak van egy vadon élő változata, annak az angyalgyökének, aminek pirulát is használják, fűszerzőjét, mint iparban is használják, a torló ugye valami is előfordul, tehát ez egy természetesen jó növény, és akkor van olyan, amit a természet növény természetes élőhelyen való elszaporítása. Tehát amikor én a herbáriumban dolgoztam, ugye 78-ban kezdtem dolgozni, akkor ugye a bráva az még egy végett övezet volt, tehát ott csak határidőn belül lehetett bemenni, és a káros gyöket azt úgy ütöttük, hogy kiszedtük a károsnak a gyöket, hogy az vízben él, leváltod a gyökértőzset, és egy pici gyökértőzset visszakapunk, és visszakaposunk abban a csavas részbe, és az szépen el tud szaporodni. Vagy a csipke bogyónak a magját természetes környezetben elszaporítják, és akkor rakulni. Vagy a kamillát is a természetes élőhelyén a kamillát ott vetik el. Tehát ilyenek vannak.
Ugye a marketingben ez lehet egy pozitív és negatív egyaránt, vagy a negatívban van egy kicsit a veszély, hogy ma hogyan nyitottunk. Hát ez egy elég komoly kérdés szerintem, hogy most a piacokon egyre több növényt találunk. Nekem az a veszély van, ugye biztos hallottak róla, hogy megnyitották a gyöngyvirágot, de sokkal veszélyesebb a pontyvirág, hogyha az is belekerül, mert az még végeződ, mint a gyöngyvirág. A gyöngyvirágnál az lehet, hogy valakinek volt valami kis szívítúza, és abba játszott, de önmagában értélyt a gyöngyvirág, az még nem okozni a problémát. Ennél sokkal komolyabb problémák vannak, például olyan, hogy vezetem egy gyógynövénytábor, és fiatalok beszélgetek, ugye most elég divat, hogy összeegyünk, beszélgetünk, főzés nézünk, és mindenki ilyen a területet. És akkor mesélte az egyik, hogy vastag levelet összetéveztették a férfi labodával, úgyhogy nem megfelelő volt, amit ismert, úgyhogy intenzív osztály lett a vége a családnak. Tehát azért ezek elég komoly problémák jelentenek. Jelentőség pont az, amit mondtam, tehát monoton. Tehát hiába is próbálunk itt a táplálkozásban valami változatosságot előnézni, azért leszűkül egy viszonylagos 20-30 zöldségünk, és mondjuk aztán 20 zöldséget, meg fűszert tapasztalunk már elég változatosan táplálkozik az ember, de abban a pillanatban, amikor tavasszal elkezdünk ütögetni különböző növényeket, és salátákat készítünk, ott van a tyúkból, ott van a pásztortársba, ott van a salátaboglárba, ott van a gyermekláncfű, ott van a szamatos turbolya, ott van a hagymaszalokkányi zsabja, és így tovább. Tehát rengeteg olyan növény van, de nem beszélve arra, ott vannak a bükkfának a zsenge levei. Nagyon sok zsenge, fának zsenge leve is fogyasztható. Vagy a galagonyának csodálatosak a virágai, nem csak a termésére. Nagyon sokféle növényt lehet gyűjteni és fogyasztani. Ilyen módon. Hát itt van az egyik növény, a mezeisocskon, de tömegesen találkozunk, és forradtam azt az egyik legcsodálatosabb dolog beletenni a szendvicsbe a levelet, és nem megvenni a permetezett családába. Ehhez hasonló a jusoska is, a jusoskának ilyen lándzsa alakúak a leveleik, ezek is gyakori mezei növények a különböző nedves réteken. Na itt van a hólyagos szakhapcekvű, ez egy picit hasonlít a mécsvilághoz, de nem a mécsvilág, itt ugye a csészeleveleknek, ez a felfújt csészelevelek miatt nevezik ezt a hólyagos szakhapcekvűnek, és ennek a virágot is a levelét családaként lehet fogyasztani. Na ilyenkor virágzik. Hát ugye a medvehalmának ugye nem csak a leveleit fogyasztható, a gyökeré is fogyasztható, nagyon markáns íze van most a mecsetben ástudni, és a virágban is használhatók ecetbeltében is a termését is marinálják, és rendkívül ilyen kapkodó szemben lehet fogyasztani, tehát ecetben elvárhat. Tehát gyakorlatilag minden része fogyasztható, és tömegesen előforduló növények is állások nagyon természetető. Na itt van az angelika, az erdei angyalgyökér. Annyiban különbözik a termesztett angelikától angyalgyökértől, hogy a termesztett angyalgyökérnek teljesen gőb alakú az összetett virágzata, és egy kicsit ilyen lelapította, tehát ezek ugye található. Na most az a probléma a növények ütésénél, a vadonyai növények ütésénél, hogy nagyon sok olyan növény van, ami az erdős virágzata családjába tartozik, illetve a fészkesek családjába, és mind a kettő több ezer fajt magába fogja nemzetség, vagy igen, nemzetség, illetve család, és az a probléma, hogy ezeknek a fajoknál a többségénél a zsengelevelek fogyasztható, amikor nagyon nehéz beazonosítani, az azonosítási bélyegek között vagy a virág, vagy a termés, mondjuk a szár egy nagyon fontos morfológiai bélyeg, vagy például a csemege valahogy úgy küldtettük el a foltos bőröktől, mert ennek is vannak a szárán ugye foltok, egyszerűen ki kell ásni, és hogyha nem karongyökere van, akkor az a lehet a csemege barakony, de ez ugyanolyan úgy néz ki, mint a elég jól összetéveztető, ha valaki nem ismeri a foltos bőröket, de az ember kiássa, akkor az a nagyon a zsérge, a fiatal hajtásoknak szép gumó alakú, mint a retek ahhoz hasonló is gumója van, viszont az időseknél az már átmegy egy főgőkében. Tehát ha az ember kiássa, ezeket mind tudni kell ahhoz, hogy meg kell kóstolni.
Attól nem kell félni, hogy az ember egy démoni szeletet megeszik, attól igazi nem lesz probléma. Jó, ínséges időszak, ugye volt szó az első előadásban is, de nézzük meg egy jó néhányat, melyek voltak a nagyon ínséges időszakok, amikor mindjárt pusztultak el. Tehát Lengyelországban és Sírországban volt burgonya járvány, de szó szerint több millió ember halt meg ínségben. Oroszországban az első világháború, ugye gondoljuk a háborúkra, azért ott tudni kellett, hogy mit lehet fogyasztani és mit nem. Szovjetunióban a spanyol polgárháború. A nemrég lezajlott délvidéki háborúban például a botanikusok tanították meg a körbezárt embereknek, hogy mely növények azok, amik ehető. Tehát ezek tényleg nagyon hasznos volt, és ezek a rendkívül jó összefoglaló tanulmányok van. Ugye van a katánkor, itt van az amatőr turnója, amit nagyon egyszerű megkülönböztetni a többi növénytől, mert kora tavasz az ember elmorzsolja a levet, nagyon finom árizsos illata van. És ezt például a vajakba lehet, körözöttekbe, túrókba beletenni, és nagyon jól lehet ízesíteni be ételeket, sőt, hát levesekbe is be lehet tenni. Jó, a galagonyában ugye két galagonya fajban, ami gyűjtési gyakorisággal fordul elő, az epidés galagonya, ami mélyen karihozott levelű, és a csere galagonya, ami két termés van. Nagyon finomak a virágai, kicsit marcipános ízük van, nem tudom, hogy akkor kóstolta, érdemes megkóstolni. Finom marcipános íze van, és hát a termése az nekem mindig cserege az őszi időszakban, tehát én rendszeresen gyűjtöm, és hát minden része használható, tehát ez egy csodálatos növény, mert ezt tulajdonképpen úgy szokták tudni, hogy iskoli szívnek a gyógyszere, amikor még nincsenek szervi elváltozások, de csökken a szívnek a szívizomnak a teljesítő képessége, akkor ebben az esetben akár standardizált készítménnyel, akár gyógyszer rendszeres fogyasztásával a szívizom teljesítő képességét tudjuk fokozni. Ugye a növényeknél nagyon fontos dolog volt az, hogy milyen célokra használunk. Az egyik nagyon fontos a kenyérpótlás, amelyet elhangzott a gyékénynek a gyökértőzse, ez valójában jelentős mennyiségű kemény tartalmaz, de ugyanakkor van egy olyan probléma is vele, hogy ha például szentvizek meg egyedek folynak bele a folyóba, akkor azokat szépen összegyűjti a gyökér, tehát ilyen szempontból tulajdonképpen koncentrális, tehát meg kell így az ember honnan gyűjti. Azon kívül, ami itt a, mondjuk a gyékénél van, ha valaki gyékén mellett el, akkor a középső leveleket jó mélyen lehet nyomni és ki kell húzni a levelet, mert rá nagyon finom kiborzsa része van, viszont van egy olyan tulajdonsága is, hogy valakinek egy kicsit marja a torkát, de nagyon finom, tehát salátákban szépen szerepelhető. Vagy például a mezei gyíkot gondolom nagyon sokan ismeri, öltőszekrényében is van, de most annak a zsenge jelenti nagyon finom zelenézőek. Rendkívül finom zelenézőek, vagy a medvetap, nem a kaukázusi medvetap, van egy medvetap, annak is nagyon finom ehető elejé vannak. Vagy a podagrafinek is így tovább. Ugye kenyérpótlásra például használták a fáknak a lisztjét. A fáknak megörölték a kérgét, és annak a lisztjét mit fognak, hogy... És nagyon érdekes, ez nem ügységes időben is felmaradt egy ideig. Ez egy keserű növény, keserű vízi növény, ami nálunk kipusztult a mocsarak, meg a lábhéteknek a felszáradásával. Ez keserű ízű italokban, meg epeteában fordul elő, ez a vidraelenszer, vagy vidrafű. Ezt annak idején, amikor kezdtem gyógynövényekkel foglalkozni, olcsán még úgy lehetett fotózni, hogy csónakkal mentünk az égen lát erdőkbe, és ma már egy alatt nincsen bele. Még egy 8-10 évvel ezelőtt leveleket lehetett találni a félig kiszálló lábhéteken, ma már egy alatt nincsen belőle. Na most egy nagyon érdekes dolog a gyerekeknek a csemegéje, ami részben jó, részben nem jó, hogy a gyerek ösztönösen minden szájából ezt is megkóstol, és hát ami nem jó, az kiköpi. Most azt szokták mondani, hogy a piacoknál is, meg én most ezt figyelem, hogy például ott megkóstoltam, hogy milyen íze van, mert ugye van a sárstiniumok, nem tudom kérdezni sárstiniumok, csodálatosan finom íze van a sárstiniumok, a hibiszkuszoknak, ami vannak, ez az rendszeresen teszem a salátába, akkor a madármáját most lehet menni utat, mert lehet látni, gyönyörű rózsaszín, mindenhol csodálatos finom íze van, tehát ezt salátákba be lehet menni, díszíteni ételeket, túlókat, meg egyebeket, madármáját is. Tehát a gyerekek mindent megkóstolnak, egyrészt azért, mert a nektárt ugye minden virágból ki lehet szokogatni. Most megkóstoltam a leányát, nagyon keserű a virágot. Tehát valahogyan sok olyan növény van, ami
mérgező vagy erős hatás, hogy keserű íze van, azt összetűnösen nem fogja tenni az ember. Ugyanakkor van az a veszély, hogy például az egyik legmérgezőbb a nadrag, ami egy 4-5 éves gyerekként 2-3 szem halálos méreg, az mézédes íze van. Volt egy olyan eset, hogy a Mosdósi kórházban, két eset is volt, hogy a Mosdósi kórházból felhívtak, hogy gyerekek ettek meg valami ételt, és hogy mi lehet az. Hát ugye amilyen rossz az internet, mert a mobiltelefon ugyanannyira jó is, mert le tudták fotózni, elküldték a fotót, és de itt is volt egy kis probléma, mert fontos volt a lapon, hogy az a fölütőknek a termése, de nem illett bele a lehet. És akkor egy nagyon nevös botanikus barátomnak küldtem el, a Válczátorra, a Kossagézának, és ő mondta, hogy hát azért, mert iszalon levél volt lett, mert mind a kettő futadövény volt, a szülők nagy hiattal letépték, és én benne is benne volt, hogy ennek milyen kormány is lehet. Csak nem gondoltam arra, hogy más növénynek lehet. Tehát egy helyen két futadövény volt, de a lényeg az, hogy a termés alapján be lehetett azonosítani, tehát annak érdező. Na most nagyon sok olyan gyógynövény, vagy nagyon sok olyan erdőnövényes könyv van, ami például a földütők levelét, vagy a mecsetben honos pirító gyökének a leve is ehetőnek mondja. Tehát van, ami ehetőnek mondja, van, ami azt mondja, hogy nem ehető. Tehát az irodalomban vannak ilyen bizonytalanságok, tehát az embernek érdekes egy kicsit utána járnia. Az ilyen bizonytalanokat azt mondom, azzal nem kell foglalkozni, van bőven, mint egyéb. Ugye, tehát egyébként mondtak el az anyjuk, hogy itt és korábban legeltetésre volt, ez fontos volt, érdekelnek a virágok, és ez ő termése. Évezik a savanykás szomjúrtó növényeket, tehát nagyon sok olyan növény van. Például a sóskaborgolyát, nem tudom, itt nem nagyon van sóskaborgolya, legfeljebb van, meg parkokban van ez a júlia borok, amit szoktak ültetni. A sóskaborgolyának nagyon finom a világa, és nagyon finom a termés, tehát nagyon jó szomjúrtók a termesei össze. Úgyhogy ezek nagyon fontosak. Svédországi gyerekek körében végeztek vizsgálatot, hogy milyen növényeket eszegetnek, mezei, madársoska, erdi, angyal, gyöngyi, ráfinák, szerint. Tehát azokat szedtem össze. Például a lucinek a zsengye hajtásai, az rendkívül jó savanyúságnak elvenni. Csodatosan jó íze, van is van egy kis savanyúkás íze, el lehet tenni. Pásztorkás a zsengye leve, de a termésekre is szokták tenni. Magyarországon az áfonyák nincsenek gyűjtési gyakorisággal. Fekete áfonya van, de ma már ezt így meggyűjtjük. A vörös áfonya, én Magyarországon még nem találkoztam virágzó, illetve természetes vörös áfonyával. Levelekkel találkoztam a szegélyegységben, de... Jó? Szegélyegkel eltalálni. Jó, itt voltam, ugye? Igen. Jó, tehát ez a májvákhoz tartozik még, és megpróbálom az én életet. Igen, tehát ezek mindegyik lehető, a papsagymájú, meg a termesei, tehát ezek fogyasztatóak. A lengyel gyerekek körében is végeztek vizsgálatokat, abban volt a kálmas és akáciák, ezeket ugye fogyasztok itt is. Gyerekcsemegék most, a meccsebe találtunk édesgyökerű páfrányt, ennek ugyanolyan az íze, mint az édesgyökérre. Rendkívül erőtest, egy pici gyökérdarabka, tehát egy annyi, mint egy kisebb, mondjuk egy kisebb cseresznyema, már az bőven hosszú ideig rendkívül erőteljesen lényes. A gumós lennek az mostanában virágzik, a csemegaport elindítettem. Nem kóstoltam még, de említik több forrás is, hogy a mezecsúrnak a földalti részeiről fogyasztható, azt nem próbáltam. Tehát itt van a csemegek alak, hogy az maximum egy olyan 3-4 centi. És egy hatalmas növény.
aminek fogyaszthatunk a termés és süthető, sütőnyersenyben fogyasztható, ez a magyaros lenne, vagy a gumos lenne. Szép ide a világ, egyszerűen meg kiás az ember, és akkor meg tudok kóstolni. De én a kaloncos tegyezőfű is. Orvosi Kálmos, nagyon önre valakunk Csepelen, ott a Dunaparton megkerepetett, ott a Kálmos, nem tudom, onnan teljesen véget megy az egész országban. Drága mentén tudok természetesen előfordulás. Hát aztán ugye, egy kicsit visszaszorított egy visz, hogy bekerült a cukorralba a tartósításkora, de hogy milyen mértékben vannak valami lények a gasztronómiában, erre van egy jó néhány példa. Svédországban 40 ehető vadgyümölcsből már csak keresik, éppen Finnországban 37-ből 16-ot. Ami nagyon érdekes, amikor volt a tanfolyam annak, hogy belül volt egy pillanat egy olyan gondolat, hogy mennyiféle növényfesztivál van. És hazamentem, rögtön elkezdtem nézni az internetet, több mint 30-féle növényfesztivál van. Tehát érdekes különböző növénynevek és fesztivál. És megnézni, és járni végig az országban, megjelzi kultúrtörténet, agrártörténet, gasztronómia, néprajz, és ez mind-mind egy kézműves termékek, stb. Tehát ezek egy-egy csoportban vannak. Tehát valamivel tanulva a fesztivál. Csipkebogyó, Bodzavirág. A csipkebogyóról emlékeim van, hogy a, nem tudom, járta valaki Boldogkővár alján, de fönn a várba fölmentünk, és abban az időben, amikor a Helpánynál dolgoztam, akkor az, a várból végig összes az utcák le voltak terítve tetők, és ott volt rajta a csipkebogyó, és a házak tetejére úgy csinálták meg a cserék tetőre, hogy csináltak egy ilyen szerkezetet, egy ilyen lépcső szerkezetet, oda föltették tálcákra a csipkebogyót, és gyakorlatilag a cserépnek a forrósága szállította a csipkebogyót. És fölmentünk a vába, és az egész Boldogkővárban a csipkebogyóval volt elő. Ugye ott van medvehagyma, tök, káposzta, torma, uborka, paprika, paradicsom, szilva, palack, tehát mindenféle fesztiválok vannak. Rengeteg erdőnövény, takarmánynövény munkai, tehát ezek a konferenciák vannak, új kulináris lehetőség, élmények keresése, kávékszerek. Ugye sok mindent lehet használni, a törőfamagból is készítettek kávét. Ugye, amit volt szó, a katán koronat, van egy termesztett változat, ami megpirítva, ugye abból készít a nagy innen a cikória kávé, a borokkából gyermekláncszűrő szikort készítettek, ami kárpátörös lesz a filmbe, családpép, paszta készítése, fekete áfonya, és hát különféle bevándorlóknak az ételeit. Van lényeg a zöldségpiacokon, tehát itt azért veszély van, mert ahogy egy góma ellenőrzés van, nem ártam, hogyha lenne növény ellenőrzés is, mert hát elég komoly veszélyek lenne, amit említettem. Agroturizmus, szakácsművészet, agronómia, konyhaművészet. Kopenhágában van egy étterem, ahol Dél-Svédországban egy kis vállalkozás, 50-féle hagyományos orvosnak, hagyományos közösségek által használt vadnövényt szállítanak. Ezek között ugye jó néhány van, aminek a termesés virága eltöbb. Például a halagvirágok, ahol sokféle van eltöbb. A fogonnak a zsengyehajlás, a család, kánizsokból, százszorszív, pluszfenyő, tehát rengeteg ilyen növény van. Nem tudom, ismerje valaki ezt a hagymaszagú kánizsokból, de ennek olyan termései lesznek, mint a mustárnak. Tehát ilyen percet termések vannak, és ugye ebben a lehetett virágozó termést érzi, teljesen jó fogadó íze van. Tehát ezért nevezik hagymaszagú kánizsokból. Ez egy tavaszi növény, általában ilyen erdős vidékeken található, rendkívül kellemes íze van. Jobb oldalt a fotografia van, annak is nagyon finomak levé. Csak mondom, ezeket az erdősöket elég nehéz beazonosítani, tehát erdős botanikai ismert. Van egy növény, ami tömegesen szokott előfordulni, a borbálafű, elég jellegzetesek a levelei, amit családként fogyasztunk. Vagy itt van egy nagyon érdekes dolog, megnéztek Olaszországban a 10 top, a 10 legjobb séf által használt virágokat. Összesen 29 féle virágot használnak az ételnek az ízesítésére és díszítésére, és hát jó néhány növény van, ugye, de a fokhagyma virágban. Ugye rengeteg valami hagyma van, ami a virágban tehetőt is használják, vagy a begóniának a virágát, petúniának a virágát, százszorú, porálnak nagyon, kellemes ízre is van, ugye uborkafének is nevezik. Azért a reggeli előadáshoz azt mondanám, hogy azért óvatosan a nadrág tövevelejére, tehát abból azért sokat nem szabad fogyasztani. Jó korága, több virág, hibiszkusz virág, levendő a egyebek, hermel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 
Európában van egy nagy tanulmány, amiben megnézték, hogy 100 millió ember milyen vadsokat fogyaszt, 38 vagy, és 81 növényfajt fogyasztanak több országban. 33 tanulmányt vizsgáltak, hogy népi használatban hány növényfaj van, 590 képehető növényfaj van, és ebben 81 faj mindig országban szerepel. Tehát ha az ember ezeket megnézi, akkor ezek annak egy biztonságos támpontot arra, tehát ha egy növény évtizedek évszázadok óta használják Olaszországban, Spanyolországban, Magyarországban vagy Albániában, ugyanazt a növényt, akkor az nagybiztonságban jó használható. Itt vannak a nagyon szigorú sacsatók, amiket ugyancsak használnak. Jordánytalan népjogoslásban, amit említettem, Dénes Angyal, Dubrovnik, és itt van egy pár tanulmány, konkrét tanulmány, országunként csoportosítva, 23 faluban 40 ember kérdeztek meg, átlagosan 19-20 fajt használtak, 95 fajt gyűjtöttek össze. Bosznia-Hercegovinában, ugye elég magas a számú háború miatt, 250 emberrel beszéltek, és 308 fajt gyűjtöttek össze. Bulgáriában is elég magas a fajok száma, Lengyelországban is vizsgáltak, Olaszországban is elég sok faj, de látszik az, hogy átlagosan viszonylag kevés a faj szám. Tehát ahogy, de ennek ellenére mondjuk Svájcban, Ausztriában, Franciaországban, alpesi vidékekre lehet találkozni, és emberek, akik rendszeresen fogyasztanak. Pontosan azért nem azért, mert éheznek, hanem azért, mert változatosabban tudják tenni a táplálkozásukat. Jó, hát itt például megjön 40-50 faj, ennek 40%-át salátának nyersen, 35%-át párolva főzve, 15%-át ravioli törtés, tehát pénz a törtésére, használtak spenót helyett például, 8%-át sütve vagy tojások mellé, nagyon jó például a gyermekben szűk salátpapoglásra is egyébként nálunk is megtart a növényen, illetve zöld leves, itt úgy nevezett gazdleveset tettünk, különböző növényeket lehetettük a zöldséglevesnek, és akkor gazdlevesként lehet fogyasztani. Nagyon gyakori a csabairemérfű, ez nagyon kellemes ízű növény. Két vérfű faj van, az egyik a csabairemérfű, ami száraz léte, száraz egy oldalban, és ez a vérfű egy alában tömegesen van réteken, ugye ez a világot viselő hajtások megnőnek akár egy méteresre is, és kis fejecske virágzata van, tehát is sokkal apró virág rendeződik egy ilyen gomb szerű virágzatba. A levelei azok akár lehetnek, ugye ez egy levél, egy ilyen levél lehet 60-80 centi, és a levél két is 6-8 centi is lehetnek, és ezek nagyon kellemes bioízűek, tehát nagyon jól lehet túrókat, sajtokat, vajakat ízesíteni vele. Tehát például az egyik táborunkban ebből készítettünk ételeket. Spanyolországban elég magas a fajszámban, mondjuk Spanyolország is elég nagy, de itt csak Madrid környékén is közé Spanyolországban nézték meg. Ibéria spanyolok Portugáliához közel, ugye 97 faj, tehát sokféle faj van. De most az itt használt növények is, tehát itt van a pirító gyömér, amit említettem. Ami mérgező növények könyvében is benne van, de ott a termés a mérgező, de a levél is óvatos használnak. Most ez nem jelenti azt, hogy az ember egy pár levéllel díszít valamit, hogy az mérgező lesz, az ilyen növények még óvatosan kell használni, mert majd a mennyiségben úgy is meg tudnak elkészíteni. Piacon egyre több fordul elő. Hazai kutatásokból, ugye Kóciára nézzák ebben a doktorintekezésben, ugye adott visszatartó növények, kenyérkészítésre használt növények, ami ízesítés vagy kiegészítésre használt növények, kenyérpótlással, tehát a visszpótlására használt növények, burgonya, kukorica, rizsárka, pohánka, zöldségfőzelék, zöldségnövények, fűszernövények, olajnyerésre használt növények, gyümölcsök, bombásra növények. Tehát említettem, hogy a gyógynövényeknek, hogy az egyharmadát használták, alkalmanként, időszakonként, gyűjtötték, családoknak is használták, növénynedvet fogyasztottak, vagy gyümölcsök és egyedek. Lehet itt besorolni őket különböző kategóriában, azon élő és természetett növények, fűszernövények, gabonafék, nincségyeket, stb. A lényeg az, hogy az 50 leggyakrabban használt növényfaj között 15 olyan növény van, amit rendszeresen fogyasztottak, és 15 is van közöttük, amelyek alkalmi elvelő szolgáltak. Tehát ez nagyon fontos a népi gyógyítás, és valami kínségek lehetőt fogyasztottak. És ezek közül legalább 20-an százat használtak a gyógyászatban, humán gyógyászatban,
különböző hagymákat, petrezselyen, csádalékban, gyermekáncok, paprika, paradicsom, stb. És állandógyászatban is. Jó, hát ezen nem megyünk végül, mert ez nagyon sok lenne. Magyarszú is kérde a népjogoknak részét. Ami nagyon fontos, hogy vannak úgynevezett gyógynövény értékelő monográfiák, amelyek azok a növények kerülnek, amelyekre valamilyen tudományos bizonyíték van a használatára, és ez hatóságok a növényi gyógyszerek és a gyógytermékek engedélyeztetésének használják. És itt lehet látni, hogy az e-monográfia, a Német Egészségügyi Minisztériumnak a régebbi, ami nem egészségügyi minisztérium volt a neve, annak a szakhatósága határozta meg ezeket a növényeket, és láthatjuk, hogy mind táplálék növény van, és ezek között jó néhány olyan növény van, ami nálunk megy előtt, a spárga is előfordul, például vadon is, nem csak természetes vadon, és spárga is ehető a zsenyahajtása. Ez az európai monográfia és az egészségügyi világszervezet monográfia. Tehát sok olyan táplálék növény van, ami gyógyszerként, vagy gyógyhatású terméként is fogyasztható. Tehát ez a gyógyhatású élelmiszernek a fogalma. Jó, köszönöm a figyelmet. Két könyvben reignált a figyelmet. Az egyik, ami itt most megvásároltam, ez a mozgásszerű betegségeknek a kezelése, gyógynövények és alternatív gyógynövények. A másik év az, hogy a két év túlva fog megjelenni. Köszönöm szépen.